Jó, lazán akarjál. Jó, nagyon ügyes. Csak néhány pillanatnyi enyhe szúró érzés a felkarban, és már védve is van az ember. Megkezdődött a 82 év feletti idősek oltása Tolna megyében. Első körben a krónikus betegséggel küzdő legidősebbek kaphatják meg a vakcinát. Most a Moderna készítményeiből szállítottak ki egy-egy ampullát a házi orvosokhoz, ami praxisonként 10 emberre elegendő. Buher Vendelné a napokban ünnepelte 87. életévét. Egészségügyi állapota miatt tolnai otthonában kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. Az idős asszony azt mondja, nem is volt kérdés, hogy beoltatja-e magát az elsők között regisztrált a vakcinára. Biztonságban érezzem magam, és hogy a gyerekeim is biztonságban érezzék magukat. Mához 4 hétre, március 4-én ugyanígy reggel vissza jó, kell jönni. Jó. És akkor Moderna nevezetű oltóanyagot fogja megkapni. Tolna megyében Endrődi László Csabáé a 20 házi orvos körzet egyike, amelyekhez vittek egy ampulla oltóanyagot. Ugyanis Szekszárdon ez az egyik olyan praxis, ahová a legtöbb idős ember regisztrált. Ma a Moderna oltóanyaggal oltunk itt a házi orvosi rendelőkbe, és a kórházba lehetett küldeni betegeinket, akiket a Pfizer oltóanyaggal oltanak. Itt a Modernával kétszer oltunk, 28 napos különbséggel 0,5 ml-t adunk a betegeknek. Magyarországon összesen 5000 felnőtt házi orvosi praxis van jelenleg. Ezek közül 1080-ba juttattak el egy-egy adag Moderna vakcinát, amely azt jelenti, hogy a következő pár napban több mint 10.082 év feletti krónikus betegséggel küzdő időst oltanak be a házi orvosok hazánkban.